Mai vendégemmel a legújabb könyve kapcsán ültünk le beszélgetni, aztán inkább nézzétek meg, vendégem dr. Csernus Imre. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Üdvözlöm, doktor úr, a klubban. Ugye a beszélgetésünk apropóját a legújabb könyve, a Magyar című adja, amiben ugye a magyar néplelket elemzi és veszi górcső alá. Miért éppen ezt a témát választotta az új könyve témájának? Én általában intenzíven hallgatok a megérzéseimre. Uh-huh. És amikor tavaly novemberben egyszer autóztam haza, és egy rádióműsorban hallottam egy nagyon jó ízű, intenzív beszélgetést a hagyományok megőrzésének a fontosságáról. Vége lett a rádióműsornak, és akkor rájöttem arra, hogy hagyományok, magyarnak lenni. Mondom, itt a téma. Ez egy provokatív téma, nem? Főleg a mai világban, amikor a különböző pártok a magyarságot, a magyarkodást tulajdonképpen felhasználják saját szimbólumokként. Nem sért ez embereket meg, ez a könyv? Hát most nézzem. Mi most magyarul beszélünk, jelen pillanatban is, ami a világ egyik legszebb nyelve. De az egyik a világ egyik legszebb nyelvét képviselő emberek nem mindig rendelkeznek azzal az energetikai töltettel, ami meg elengedhetetlen a kisugárzáshoz. Uh-huh. Amikor kipattant a fejemből, akkor még abszolút nem volt ez az egész herce-hurca, ami mostanában zajlik. És arra már rájöttem rég, hogy a különböző pártok képviselői azok előbb-utóbb eltűnnek a történelem süllyesztőjében, előbb-utóbb. És egyesek vagy emlékeznek rájuk, vagy nem, de engemet sokkal inkább az ember érdekel, aki itt marad, egy hétköznapi ember, aki szeretné tudni, hogy a magyarság az valójában miben is nyilvánul meg, de lehetséges, hogy soha nem fogalmazta meg. És akkor ajánlatokat teszek, hogy valójában miről is szól mindez. Amikor elemezte a magyar néplelket, nem akarok politizálni, és nem akarok ebben nagyon belemélyedni, de egy kérdés, hogy a politikai múlt az mennyire határozza meg a néplelket? Én ezzel nem foglalkoztam. Uh-huh. Tehát akkor nem nézte ez alapján a... Abszolút. Képzelj el, amivel én foglalkoztam, az valójában, hogy többek között eszembe jutott, hogy egykor, nagyon rég, féltek a nyilainktól Európa szerte, majd ez a félelem megszűnt. És ami ezeket a nyilakat vezette, az volt a virtus. Uh-huh. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy a 21. század magyarjaiban a virtus miben nincs. És rájöttem. Miben nincs? Bátorságban? Vagy nem. Pont a virtus, az a bátorság szimbolikája, szinonimája. Ez eltűnt, nem? Eltűnt. Ez a fajta bátorság a magyarságból. Egy fontos területen eltűnt, ami kihatással van a kisugárzásra. Például gondoljon bele, manapság rendszeresen is nagyon sokszor használják a próbálom,
önmagukról beszélnek, és az ember szót használják. Most utol a beszélgetés előtti beszélgetésünkre. Ezt ön hozza fel. Nyugodtan kibeszélheti egyébként. Nem kibeszélés. Nem erről volt szó igazából. Nem nagyon sokan használják ezt, és eljöttem, hogy hiányzik a virtus az érzések kimondása terén, az érzések felvállalása terén, az erényeink és a hiányosságaink ismerete terén, az arról való kommunikáció terén, mert mindez jelentősen befolyásolja és kialakítja egy laza belső tartást önbizalommal. Ha ez nincs, akkor kifelé a legtöbb ember játsza azt, hogy ő erős, domináns, menő, jól van, miközben valójában retteg és görcsös. De ez büszkeség ön szerint? Tehát, hogy egy ilyen büszke tartása az embernek, amikor kifelé mást közvetít, mint amit egyébként érez belülről, vagy pedig... Hát ez hazugság. De hogy egy önvédelmi rendszer, nem valójában? Ez hazugság. Hát hazudok a környezetemnek. Uh-huh. Ha játszom az arcom. Uh-huh. Más mutatok, mint ami van. Igen, de hogy ezt mondja kollektíve a magyar népre is tulajdonképpen egy interjúban ezt hallottam. Sokan. Nagyon sokan ezt űzik kecsegtelen, mert azt gondolják, hogy ha megmutatnák az igazi arcukat, akkor sérülnének. Én erre már rég rájöttem, hogyha én rövid idő alatt megmutatom, hogy milyen vagyok valójában, és a másik ember erre nem reagál, semmi gond, előbb kaptam meg egy fontos információt, hogy az illető emberrel hogyan cselekedjek a jövőt illetően. A legtöbb ember meg ezt nem teszi, hanem elhúzza ennek az információnak a tudatosulását, és hidegeti magát, hogy nem, ez nem így van. Mégis fontos vagyok neki, mégis szeret, mégis odafigyel rám, miközben jönnek az intő előjelek sokasága, amelynek során az illető gyáva azt meghallani. Uh-huh. Na most, hogyha én gyáva vagyok meghallani, ez kihatással lesz a tartásomra, a lazaságomra, és hát valójában indirekte így a magyarságomra is. Uh-huh. Hát mert bármikor találkozhatok egy külföldivel, aki tegyük fel laza, természetes, jól érzi magát a bőrébe, találkozik egy olyan magyarral, aki látszólag jól érzi magát a bőrébe, de azt már észrevettem rég, hogy aki tényleg jól érzi magát a bőrébe, az levágja azokat, akik ezt csak játsszák. Uh-huh. És így önmagamnak köszönhetem azt, hogy a másik szemében hiteltelen leszek. Uh-huh. Hát aki ezt megengedi magának ebben a rövid időben, amit itt eltoltunk ezen a földön, hát tegye. Engem nem zavar. De hogy önt soha nem is érdekelt, hogy mit gondolnak önről mások? Vagy pedig, hogy megfeleljen az embereknek? Jó ideje, nem. Uh-huh. És ez egy ilyen felismerés, vagy megvilágosodás volt az ön részéről? Hogy akkor innentől kezdve... Ez egy nagyon fontos felismerés volt. Képzeljem, hogy nagyon egyszerűen lehet szimbolizálni. A megfelelési kényszer magad van egy szeretetésség. És a szeretetésség azért alakul ki, mert én önmagamnak az életem fontos területén folyékonyan hazudok. Az is hazugság, mint mondtam, hogy más mutatok, mint ami van. És ennek következtében én azt szeretném, hogy a környezetem elismerjen engem, dicsérjen, szeressen, miközben valójában én nem szeretem magam. Mm. Valójában. És jelképezze ezt az energiát, ez a bögre. Tehát én ezzel az energiával mindent megteszek, hogy ön elismerjen engem, és szeressen, és elfogadjon, és tiszteljen. Na most ön ennek a bögrének egy ívét látja, ugye? Mm-hmm. Itt áll a... Egy részét. Egy részét. Na most a hátoldalát nem látja. Az alját nem látja. Nem érzi, hogy ennek mennyi a súlya. Valójában azt fogja értékelni ebből az energiából, amit lát. Uh-huh. Ezt. Nem több.
És amikor nagyon régen ezt csináltam, akkor rájöttem arra, hogy soha nem kapom vissza azt, amit én beleteszek ebbe a folyamatba. És akkor felmerült bennem józan paraszt észként, hogy gondolkodva, hogyha én ezt csinálom, és nagyon keveset kapok vissza, mi lenne, hogyha én ezt az energiát, amelynek a súlyát én érzem, meg látom az összes oldalát, önmagam felé fordítanám. Uh-huh. És akkor született meg az a mondat, nagyon fontos mondat, számomra, meg másoknak is, hogy mindenki azt a tiszteletet, megbecsülést kapja a környezetétől, amit ő saját magának ad. Uh-huh. És akkor elkezdtem keresni azokat az utakat, hogy hogyan tudom tisztelni magam. Valójában mennyire tisztelem magam, hogy az életem fontos területén gyáva vagyok vállalni a felelősségemet, hogy azért én vagyok a felelős. És akkor rájöttem, hogy itt a megoldás. Uh-huh. És akkor onnantól kezdem meg, hogy akik azt mondták, hogy az ordibálós doki, szívük joga. Az agresszív doki, szívük joga. Aki azt mondta, hogy ez egy rendes csávó, szívük joga. Önmagammal van elszámolni valam, nem a környezetemmel. Ez így van, de mégis, hogyha most magyar néplélek, akkor sokszor jön fel témaként a vendégekkel az, hogy az internet mennyire egy köpköde lett a magyar internet, hogy a kommentekbe bármit beleíratnak az emberek, bárkit elküldhetnek a fenébe. Te írjanak. De ez például tükröz valamit a magyar társadalomról, ez a fajta ilyen negativitás, ami hogyha az internetnek jön? Hogyha valaki mondjuk névvel és arccal vállalja ezt, akkor rendben van. Hát szabad országban élünk. Mondja. Itt jön a következő, hogy amit hallok, és az agresszivitást érzem, és a támadást, meg egy egóharcot, ezt is megteheti a másikat, nincs ezzel semmi baj. De én akkor azt nem veszem magamra. Mm. Mert a nemetmondás képessége ott van bennem. Mm. És hogyha valami nem engem, nem veszem magamra. Ha meg valaki megtiszteli, szemtől szembe mondja el, az királyság. Az egy korrekt, őszinte kommunikáció. És ez fontos. Az a frankó. Ugye az interneten név nélkül és nickname-ek mögé bújva megy a fröcsögés. Az a helyzet, hogy ez az ő dolgok. Egyszer olvastam egy régi buddhista szólásmondást, nem tudom, hogy ismeri-e. Sőt, nem is buddhista, hanem ember. Buddha mondta. A harag és a gyűlölet az olyan, mint amikor valaki megfog egy darab parazsat, hogy megdobja a másikat, de elsőként őt fogja megégetni. Itt van minden ebben a mondatban. Igen. Ha véletlenek nincsenek, akkor én sokszor látom azt, hogy valaki egy adott könyvet nem véletlenül ott üti fel, ahol éppen felüti. És sem. Hát, hogyha úgy dönt. 158. oldal. Az Egyesült Államok kapcsán szokták az olvasztó tégely hatást emlegetni, és ott valóban hangoztatják, hogy gyerekek, mindenki számára működik az amerikai állam, a nulláról indulva is lehetsz milliómos. Ez a mondat, az első mondat az oldalon. Tehát valójában mindenki szeretne gazdag lenni, meg híres. Nem igaz? Ezeket mondja és olvastam is, hogy a fiatalok célja, hogy híresek legyenek, a mai fiatalok célja. Ezt hát meg gazdagok. Meg gazdagok. Uh-huh. Minél kevesebb munkával? Sajnos igen. Pont a hétvégén is volt egy ilyen élményem, hogy volt egy fiatal srác, mivel önmagam életét emellett még vendéglátásról is tartom, és az egyik helyen gyönyörű szőlőhegyel szembeni borteraszon. Egy hónapja, két hónapja jött egy fiatal srác, aki azt mondta, hogy ő szeretne tanulni. De nem csak a vendéglátást, hanem többet. Önmagáról is, meg stb.
És szombaton pont Kolozsváron voltam ott megrendező könyvfesztiválon a könyvvel kapcsolatosan, és elengedte magát. Uh-huh. Amikor nem voltam ott. Ez a klasszikus, hogyha nincs ott a macska, akkor cincognak az egerek. És akkor visszaértem vasárnap, és leültem összefoglalni neki a dolgokat. Miért nem? Tettem meg. Hát én szeretem a szavai lehetőséget. Hogyha valaki állít valamit, hát akkor nézzük meg, hogy az hogyan működik a gyakorlatban. És a vége az lett, hogy hallgatott, majd hivatkozott egy adott állapotára, testi állapotára, hogy miért nem megy a koncentráció, majd felmondott. Oh. De nem zavart igazából. Igen, azt látom az Z-generációnál, hogyha így lehet nevezni őket a mai 20 éveseknél, hogy valamiért nagyon kevés munkával szeretnének nagyon sokat keresni. Tehát, hogy nálam is volt egy videós fiú, aki nagyon sok mindent elrontott a felvételnél, egyébként nem is kértem számon, hanem mondtam neki, hogy az ember hibázik, tehát hogy ez így van, egyszer-kétszer megbocsátható, utána azért már lesz számon kérés, és egyszerűen az idejét nem akarta odaadni a munkának, és megkaptam, hogy én vagyok a toxikus, amiért ő egyébként, nem tudom, gyomorgölcsétbe dolgozni, mert hogy neki teljesítenie kell. Erről nagyon sokszor nem is az illető fiatalok tehetnek, hanem a szülők is jelentősen szerepet játszanak ebben a folyamatban. Mert nagyon sokszor látom, hogy a szülők, akik alulról kezdték, és akkor azt gondolják, hogy ha én ezt, meg ezt, meg ezt megadom a gyerekemnek, akkor a gyerekemnek nem lesz olyan élete, mint nekem volt. De valójában a munkájuk gyümölcsét adják oda, amivel elkényeztetik ki így, ki úgy, de nem mutatják meg nekik azt, hogy bármit elérni csak hiteles és következetes munkával lehet. És az fájdalmas. Az energiába kerül. Még akkor is, hogyha van egy nagyon jó ötletem, akkor elkezdek akár TikTok videókat készíteni, vagy Instára, vagy bármit, vagy podcastokat. Ez energia. Ez munka. Tehát, hogyha ott felületeseket kérdezek, megyek a levesbe. Mert nem lesz izgalmas az, amiről beszélek. És így tovább. Tudja, ez ugyanolyan, mint akár egy párkapcsolat építése. Hogy kialakítok valakivel egy kezdődő, erős kisugárzáson alapuló viszonyt egy adott nap. És a másik csak mutatja, hogy ő is ássa az alapokat. Én elhiszem neki, mert ez a bizalom. De hogy az alapok nem voltak az ő oldalán jól megásva, ez kiderül majd egy év múlva, vagy öt év múlva. Tehát bármerre nézek, mindennek az elérése munkához kötődik. Így vagy úgy. Teljesen mindegy, hogy ez egy mentális munka, vagy fizikális munka. Tehát, és ahhoz, hogy én jól érezzem magam, nagyon fontos érezzem a nap végén, legalábbis én így gondolkodom, és így csinálom, hogy ha én mindent megteszek, akkor pár másodperc után elalszom. És az nekem nagyon jó. Egy percen belül képes, sőt, elköszönök a feleségemtől, összebújunk, és te, én alszom. Mert kifárad egész nap. Nem. Ja, nem azért? Nem, de. Nem. Nem. Képzelj el, a kifáradás egy dolog, de nem az a cél. Annak az érzete a nap végén, hogy én ma mertem élni. Mindenben.
És ez abban a pillanatban ad egy, amire sok ember vágyakozik, és kevés embernek van, ad egy belső békét. A belső béke egy ellazult állapot. Mind amit a fiatalok megpróbálnak elérni spanglival, meg különböző narkókkal, vegyületekkel. De ez magamtól. És ez egy kedves, szép állapot. De ehhez szükséges a tartás. Szükséges az önbizalom. Szükséges az az állapot, hogy bátor legyek a félelmeimet megoldani. De hogy oldjam meg a félelmeimet, hogyha gyáva vagyok róluk beszélni? Ez világos. Sehogy. Sakmat. Tehát valójában ezért is írom valahol a könyvben, hogy rengetegszer a magyar ajkúak önmaguk ellenségei. Mindent elkövetnek, hogy minél rövidebb ideig éljenek. Képzelj el, az ön generációja már érzékelni fogja ezt, amikor, hogyha tegyük fel ön, megtapasztalja a nyugdíjas kort, a Ratko korszak gyerekei, azok ilyen 40 körül mennek egy nyugdíjba, és alatta egy ezzel foglalkozó szakember magyarázta el nemrég, hogy a Ratko korszak az így kiboltosul, és alatta mindegy sudárfa van. Sudárfának kéne eltartani nyugdíj szempontjából ezt a széles sztorit. Uh-huh. 40-ben mennek el tömegével. Tehát 16 év múlva 53 lesz. Tehát még dolgozik. Sőt, aztán az életem végig fog dolgozni. Ha, valószínűleg. De hogy a felelősség előli menekülés egy idő után az egész populáció, az egész Magyarországon élő populáció meg fogja keservesen szenvedni, hogyha erre nem jönnek rá, hogy valójában aki hiteles felnőtt magyar életet szeretne élni, az első lépés a felnőttség. És hogyha menekülünk a felelősségvállalás elől, ennek mind rövid, mind hosszú távú negatív hozadéka beláthatatlan lesz. De azt mondjuk, a társadalom felnőjön, ez milyen lépéseket kéne tennie? Tehát miben kéne változtatnia magának a társadalomnak ahhoz, hogy felnőttként álljon a lábán? Hát először is, hogy felismerje, nem az egész társadalom. Az egész társadalom soha nem fogja felismerni. Hanem, hogyha kialakul egy kritikus tömeg, mondjuk egy 30-40%, az már változásokat fog generálni. Tehát először is, hogy nem kéne felelősséget vállalni. Mert felelősséget vállalni az csak egy lehetőség. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, hogy valamit kéne, ezt a szó megszűnne ennek a 30-40%-ának a szótárából, abban a pillanatban ráébredne az, hogy ő szabad. Tehát, hogy ne kényszerből történjen? Ne kényszerből, egy. Uh-huh. Hanem hitből. Uh-huh. A kisugárzás az a hitnek a hozadéka. Uh-huh. Ott nem kell, ott a hit vagy van, vagy nincs. Ön esetében vagy hiszek ebben a podcastban, amit csinál, vagy nem hisz. Ha nem hisz, akkor egy idő után azt fogja tapasztalni, a követőinek a száma csökken, lesz egy adott szüket mag, aki valamilyen illúziót hajhászik, és akkor ugye lesz, mint a befő. De a hittel való élet az teljesen más. Uh-huh. Az ugyan az energiát. Az tűzben való életet jelent. Uh-huh. A megszületéstől a halálig. Nagyon izgalmas. Fura, hogy már a hit szerintem az egy fiatalkori állapot inkább, nem? Tehát ez a vakhit, a lelkesedés, az, hogy az ember megvalósítson valamit. Mondja az, hogy vakhit? Hát nem tudja, nem ismeri a tudatos hitet. Igen, de szerintem az embernek kell egyfajta elvakultság ahhoz, hogy lehet, tudom, kell, értem. Látja? Tehát, ahhoz, hogy megmerje valósítani önmagát, és lehet, hogy ez már tényleg egy rossz beidegződés, egy rossz hozott példa, de azt, hogy megmerje valósítani önmagát, kell valamiféle elvakultság ahhoz, hogy higgyen a dolgában ezerrel. Nem így gondolja? Nem. Abszolút nem.
A kell szó az személyiséget merevé teszi. És a merevség meg rugalmatlanná tesz. Uh-huh. A rugalmatlan az törik egy vállalatlan érrel szituban. Uh-huh. A rugalmasság az laza, gyors. Nem véletlenül született, kipendül. Uh-huh. Ismeri ezt a szót? Kipendül. Persze. Na most, hogyha valaki kipendül, ez egy rettenetesen gyors folyamat. Energiával teli. Ja, és leginkább mosolygós. Hm. Nem pedig vigyorgós. A vigyor és a mosoly az két különböző dolog. Az elvakult hit az nem látja meg, ha esetlegesen, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő szeretné. És nagyon sokáig hitegeti magát, hogy ez így rendben van. A rugalmas hit az látja, hogy mi történik. És bátran változtat. Óriási különbség. Abszolút. Most az is eszembe jut, hogy maga a változástól való félelem mennyire jellemző a társadalomra. Én például nem félek a változástól, hogyha most így egy kicsit terápiát, nem félek a változástól. Nem egyáltalán. De az emberek többségén azt látom, hogyha új főnök érkezik, új munkakörnyezet alakul ki, jaj, akkor ott a rettegés van. Na persze. Én alig várom, hogy az önmagam életében új dolgok jöjjenek. Sőt, alig várom, hogy olyan új dolgok, amelyekre az esély, hogy az összejöjjön körülbelül pár százalék. Az a legizgalmasabb számomra. Azért küzd is? Vagy ne, csak bevonza? Jönnek. Ezek a dolgok jönnek. Tehát a pár százalékos lehetőség a számomra azt jelenti, hogy van egy olyan megmérettetés, amiben meg tudom mutatni saját magamnak, hogy tényleg olyan fából vagyok faragva, mint hittem, vagy csak azt hittem. Uh-huh. Nagyon izgalmas. Te szereti magát próbatételek elé állítani? Újra és azok újra? Azok jönnek. Uh-huh. Hogyha annak idején észrevettem, amikor volt, már nem is tudom mikor ez a tévéműsor, mi alapján ismert lettem, és akkor az érdekes, hogy ez csak 5 hónapig tartott. Sokkal több időnek tűnik, így visszagondolva. Pedig csak 5 hónap volt. Uh-huh. Januártól májusig. És hogy amikor az kirobbantam így a köztudatban, és akkor rájöttem arra, hogy azok az emberek, akik görcsösen akarják bármit, ahogy beszélgettünk az elején, vizet megfogni, vagy a sikert, vagy a dicsőséget, hogyha ő elfelejtik azt, hogy milyen egy teljesen normális embernek maradni, mert a sokkal fontosabb, és nem pedig vadászni azt, ami valójában mint minden csoda, 3 napig tart. Ez így van. És utána jön a következő csoda. És aki ezt nem akar... Ha jön. Valamikor nem jön, nem? Mindig jön. Mármint következő csoda egy másik ember formájába, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy az ő csodája az örökké tart. Nem. Tehát a csodák, azok 3 napig tartanak, de ezen belül is a legfontosabb, hogy én önmagamért tegyem meg mindezt, amit én fontosnak érzek, és amiben hiszek. Tudatosan. Nem vakon. Tudatosan. De ezt kialakítani rettenetesen sok gyakorlás. Hát főleg, hogyha nem tudja a módját, hogy hogyan lehet tudatosan ezt megvalósítani. Tehát, hogy ezt tapasztalnia kell. Mindenki nem? Tudja. Igen? Persze, hát az első lépés, hogy bátor vagyok én önmagamról hangosan beszélni önmagamnak. Ez az első lépés. Hát most gondoljon bele. Van egy határozott magyar, akit játsz az arcát. És azt gondolja, hogy ő tehetős. Az egyik haverja feldobja, hogy menjünk el Monte Carlo-ba. Mi az a Monte Carlo? Menjünk el Monte Carlo-ba.
kimegy Monte Carlóba, és akkor ráébred arra, hogy amit ő a saját gazdagságában azt hitte, hogy non plus ultra, a kinti emberekhez képest egy porszám. Sőt, még nem is tud angolul folyékonyan beszélni. Mm. Vagy franciául. Vagy az a ruha, amit ő felhúzott, az úristen, a többiek hogy néznek ki? Mennyire trendik, fenszik, stb. Buborékból való kilépés. Pontosan. Tehát az, hogy ki milyen erővel bír, mindig az aktuális, fájdalmas megmérettetés mutatja meg, és nem pedig az, amikor a dolgok kényelmesen és jól alakulnak önmagunk életében. És valójában ezt a könyvet nem a 30-40-50 évesekről írtam, mert ebből a szempontból nem ők a jövő generációja, hanem a fiatalok. De nagyon fontos, hogy a fiatalok milyen attitűddel állnak majd az élethez. Hogy kialakítják a virtust, hogy felelősséget vállaljanak, akár érzelmi szempontból, vagy nem fogják kialakítani. És mit lát, hogy állunk ebben? Kialakítják, vagy nem alakítják ki? Van a könyvben egy rész, amiben például ír a fiatal lányok egyenarcáról, hogy a lányok egy része ugye elmegy különböző töltetésekre, és egyenarcot csináltat saját magának. Nyilván ez nem egy... Ez egy képzelj el, ez pont azt történt, hogy elmondtam egy adott kereskedelmi tévébe, és sok évvel ezelőtt történt ez, csak a könyvírásán elszembe jutott, hogy három hölgy, milyen 20-30-asok fogadtak, és utólag belegondoltam, hogy rá két óra múlva nem emlékeztem az arcukra. Csak a hajformára, meg az, hogy trendén voltak felöltözve, de a kisugárzásuk katasztrofális volt. Az a felületes kommunikáció, ami ez a nagyvárosi csicsergésnek apostrofálom, de ami mögött nincsen egy belső energiatöltet hallani, hogy nincs. Legalábbis, bocsánat, én hallom. És akkor vettem észre, hogy amikor kimentem az utcára, hogy ugyanaz a hajviselet, ugyanaz a külső, mindenki ugyanúgy akar kinézni. Kicsit másként, de ugyanúgy. Megtehetik. Mert azt hiszik, hogy a ruha teszi az embert. Milyen energiával hordom én azt a ruhát. De az az energia csak akkor születik meg, ha én bátor vagyok megoldani a félelmeimet. Ha nem vagyok bátor megoldani a félelmeimet, akkor bármilyen ruha úgy fog lógni rajtam, mint a hénen a gatya. De ez valójában nem egy félelem konkrétan, hogy lemaradnak a többiektől, ők nem lesznek olyan szépek, mint a többiek, és elkezdik ugyanerőtölteni saját magukat? Tehát nem lesznek, ez való igaz, de hát ez nem ebből a tévképzetből indul el, vajon? Teljesen mindegy, hogy miből. Hát gondoljon bele, az egyik legnehezebb dolog önmagunk életébe seperni először a saját házam tájéken. Hát sokkal könnyebb a másiknál meglátni, hogy hát piszkos a járdád, hát hogy néz ki az ajtód, hát hogy néz ki az ablakod, mint azt, hogy megnézni, hogy mi is van nálam. Mi is az én felelősségem a saját frusztrált életemben? Miért is frusztrált? Mindent megteszek? Vagy azt hiszem, hogy megteszek? Mint például múltkor is beszélgettem egy 16-7 éves serdülővel, akinek relatív jó jegyeket kapott most nemrég. 4-es, 5-ös. És akkor megkérdeztem, hogy pont egy lányról volt szó, hogy kedves kisasszony, ezt hány százaléknyi energiával érted el? Hát 20. Mert hát én nagyon figyelek az órán, meg stb. És akkor én már régóta tudom, hogy mindannyian ebben az életben annyit kapunk vissza, mennyi energiát beleteszünk. Az osztályzatok hiába 4-esek, 5-ösek.
én azt csak 20%-nyi energiával teszem bele. És egy idő után fel fog merülni bennem az a gondolat, hogy mi lett volna, ha én azt a maradék 80-at is beleteszem. És ezt hívják valójában frusztrációnak. Ez hogy kapcsolódik össze? Nem tudom, összekapcsolódik. Nagyon egyszerűen. Tehát 20%-ot teszek bele, egy idő után eszembe jut, hogy mi lesz, mi lett volna, ha én azt a 80-at is beleteszem. A frusztráció feszültséggel jár. Frusztráció és feszültség elégedetlenséget szül. Az elégedetlenség irítségbe torkolik. És az élethez való görcsös hozzáálláshoz. És elkezdek megfelelni úgy, ahogy a környezet mondja. Ugyanaz a fancy ruha, fancy külső. Hát így. Világos. Világos. Így. Akkor valójában ez a fajta ilyen megfelelési kényszer, meg ez a fajta ilyen külsőségekre alapozás, ez meg is gátolja vajon azt, hogy a következő generáció változtasson, és egy teljesen más hozzáállással, nem tudom, bővüljön a magyar nép? Alakuljon a néplélek? Nem igazából a következő generáció. Mert a következő generáció az mit fog látni? Mert most mit lát? Nagyon kevés, én legalábbis személy szerint nagyon kevés olyan fiatal felnőttel találkoztam, annak ellenére, hogy nagyon sok emberrel találkozom, de olyannal kevéssel, aki fel tud nézni a szüleire, és azt az életet szeretné követni, amit a szülők élnek. Igen, az idő is változott bőven, meg a lehetőségek tárháza is változott ahhoz képest. Oké. De ennek ellenére, hogy ott van egy adott tehetőség, mert nem Trabantba rohangásznak meg Ladákba az emberek, hanem fejlettebb autókba. De nagyon sok gyerek a mai napig nem tud felnézni vagy az anyjára, vagy az apjára, ahogy az az életét éli. Tehát, hogyha most ez a fiatal generáció nem változik, és hogyha tegyük fel, nekik lesznek gyerekei, az ő gyerekei épp úgy nem fognak tudni felnézni erre a generációra, aki most fiatal. Mert azt mondja, hogy olyasmit követelsz tőlem, amit te a saját életedben nem csinálsz meg. Hát akkor milyen alapon követeled tőlem? Persze. Itt azon gondolkodtam, miközben készültem a beszélgetésre, hogy a szülőségről kell írni egy könyvet szerintem önnek. A szülőségről. Már volt. Volt? Ez volt annak idején sok évvel ezelőtt Kinevel a végén című könyv. De valójában hiteles. Tehát tudja, ez körülbelül olyan, hogyha a önmagam személyiség fejlesztése az olyan, mint egy piramis. Tehát, hogyha a piramis alapját ott valamit elszúrok az egyik oldalánál, a többi oldal az látszólag stabil lesz. És hogy haladok felfelé, ez az idő múlása. 25, 35, 40, és akkor egyszer észreveszem, hogy mivel az egyik sarkát nem alapoztam meg jól, ott elkezdett berepedni a folyamat. Elkezdett omladozni. De hogyha innen nézem, azt hiszem még, hogy az a piramis tökéletes. Attól függ, hogy honnan nézem, hogy látom a hibát, vagy nem látom. Hiba. Igazából a legtöbb ember fél a hibától. Borzasztóan fél, mert... A kudarctól, nem? Az a másik. Hát de tudja, a kudarc és a nem sikerült közti különbséget, biztos tudja. Nem tudom, most mire gondolod. Hát mi a... Tehát, hogyha például ez egy mínusz élmény, trauma, bizonyos szitúban ez kudarc, bizonyos szitúban nem sikerült. Ha nem sikerült, az azt jelenti, hogy nyugodtan fogok építkezni tovább, a kudarc meg azt fogja jelenteni, hogy rágódok rajta sokat. Mikor lesz valami kudarc, vagy nem sikerült? Kudarc akkor lesz, hogyha nem tettem bele mindent, amit tudtam és éreztem. Csak 20%-ot. Ha
nem sikerült, meg beletettem mindent. De hát nem jött össze. De nincs ezzel semmi gond. Ha nem vagyok Isten, el tudok számolni magammal, nyugodtan alszom, mert tudom, hogy holnap egy új lehetőségem van, ha kinyitom a szemem. És az ember nem önostorozó típus, mert akkor szerintem ha nem sikerült is kudarcként csapódik, hanem... Nem. Nem. Az önostorozás az nem a hit önmagamban. Az önostorozás akkor következik be, hogyha valaki nem fogadja el, hogy ő emberből van. Mert aki elfogadja, az nem ostorozza magát. Mert az azt mondja, hogy el, nem tudom, ez 18-as karikás. Nyugodtan. Elbasztam. És hogyha ez bekövetkezett, akkor én vagyok ezért a hunyó, és ennyi. Nagyon gyorsan levonom a tanulságot, és megyek tovább. Aki nem akarja elfogadni, hogy ő emberből van, és ez bekövetkezik, hogy lettem ilyen hülye, de először a környezet volt a nem megértő, visszaéltek a bizalmammal, hogy, és utána jön az, hogy hogy lettem ilyen hülye, egy idő után az eszembe jut, és akkor mind az önostorozás. Mennyi energiát tettem bele, meg sok rinyálás. De például ugye általános megjegyzés, vagy általános szóhasználata a mások hibáztatása a magyar a névnél is. Igen, de hogy akkor a munkahelyen hülye volt a főnök, az iskolában hülye volt a tanár. És ennyien vannak gyávák? Mindannyian gyávák vagyunk. Csak egyelőre még nagyon kicsi azoknak a száma, akik ezt elfogadják emberi tulajdonságként. Mert aki elfogadja emberi tulajdonságként, azok az emberek tudnak változtatni ezen a következő pillanatban. Aki nem fogadja el, az mutogatni fog másra, és irigykedni, és rossz indulatúnak lenni. Gyerekeik ezt fogják eltanulni, mint konfliktuskezelési modell. Tehát a szar görgetődik tovább. Az utolsó népszámláláshoz képest, az utolsó előttihez képest körülbelül 500 000-val vagyunk kevesebben. Ez egy tény. Bárki megnézheti az utolsót, az előttit. Csökkenünk. Csökkenünk. És a felelősség nem vállalással lesz fokozó. De ez ennek az oka, a felelősség nem vállalás oka az, hogy nem születnek gyerekek, vagy pedig olyanféle, hát oké, a félelem is a felelősség nem vállalása, de hogy valamiféle tartás attól, mit hoz a jövő, és hogy a gyereknek, ugye azt szokták mondani, hogy a gyereknek nem akarnak rosszat a jövőben. Nem, ez nem a gyávaság szimbolikája. Mit hoz a jövő? Hát nem a jövő a lényeg. A most a lényeg. Hát a mostal alapozom meg a jövőmet. De ez szükséges a tudatosság. Nem véletlen valahol valamelyik fejezet a tudatos magyarról szól. Nem csak úgy vagyok magyar, mert hogy magyarul beszélek, magyarul látom a Túró Rudit, el tudom olvasni, mondok, beszélek a hagyományaimról, de nem biztos, hogy voltam a Hortobágyon, ha voltam az Alföldön, hú, ez milyen lapos, milyen meleg, bezeg a tenger, stb. Nekünk, magyaroknak nagyon sokszor nem jó a nyár, mert akkor túl meleg van. Télen meg túl hideg. Jön a tél, mikor lesz már nyár? Tehát az aktuális állapotot nem akarjuk úgy megélni, mint az amilyen. Hanem mindig arra vágyakozunk, hogy majd a soron következő nap, a soron következő évszak, az milyen jó lesz. Majd, hogyha bekövetkezik, akkor megint vágyakozunk, és elégedetlenek vagyunk azzal, ami most van, és vágyakozunk arra, ami jön. Végig fogjuk rohanni, illetve akik így döntenek, mert ez egy döntés kérdése, akik így döntenek, végig fogják rohanni az életüket,
és nagyon frusztráltan fognak meghalni. Az ő dolguk. Tehát akkor röviden élj a mának? Élj a mostnak. A mostnak. A pillanatnak. Az itt és mostnak. Bátran. Örömben, fájdalomban. Nem csak örömben, az a hedonizmus szimbolikája. Az a carpe diem. Örömben és fájdalomban ott megváltozik minden. Mert a fájdalom az azt jelenti, hogy bátor leszek kimondani a saját felelősségemet a hiányosságaim terén is, és megfogalmazom azt is, hogy én ezen meg ezen képes vagyok változtatni, mert eddig beletettem csak 20%-ot. De hogyha én kimegyek külföldre, vagy belföldön vagyok, én akkor is érzem azt, hogy én büszke vagyok az őseimre, büszke vagyok a hagyatékomra, büszke vagyok azokra az őseimre, akiket soha nem ismertem, de akiknek köszönhetem, hogy lehetőséget kaptam az életre. Itt és most. Nagy különbség. És hogyha minden egyes napom így múlik el egy adott napon, 10, 15 vagy 20 másodperc múlva este aludni fogok, és jót alszom. Másnap újra kezdődik minden. Hát ez az élet. Jobban, rosszban. Hát a párkapcsolatnál is, amikor örökülséget fogadunk, ott van a jóban, rosszban, örömben, fájdalomban, egészségben, betegségben. Érdekes, hogy itt most kihangsúlyozta a bánatot, mert hogy én azt tapasztalom, hogy a magyarok alapvetően bánatosak, azt nagyon meg tudják élni a bánatot, nem? Tehát, hogy a fájdalmat, a panaszkodást... Dehova. Az a helyzet, a bánat megélése és a rinyálás, az nem ugyanaz. Nem tudom, hogy ön melyikre gondol. A rinyálásra főleg, de hogy az tulajdonképpen a bánatból fakad, az is nem. Tehát, hogy a rossz helyzetből, hogy a kellemetlenségből. Szegényén? Aha. De szegényén miért mondja, hogy szegényén? Mitől szegény? Miért hát biztos fel tudná sorolni az ember egy csomó minden dolgot, aki elkezd rinyálni. Mit? Mit? És akkor megkérdezem azt, hogy ez most ebben mennyi az ön felelőssége? De semmi gond, mondom, nyugodtan rinyáljon, legalább elmúlik 2-3-5 hónap, hét, hogy elkezdjen reagálni rá. De semmi gond, rinyáljon. Sok hónapot, sok évet, saját életéből annyit dob ki az ablakon, amennyit csak akar. Szíve joga. Döntés. Tehát a búvalbéreltségünk az tulajdonképpen rinyálás, halom? Egy van. Érdekes, mert ugye írt a himnuszról is a könyvben, hogy a himnuszunk szintén egy búslakodó himnusz, és ez megalapozza tulajdonképpen kesergő. Kesergő. Ez megalapozza tulajdonképpen a hangulatot, a népi hangulatot. Még egy foci meccset is ugye felhoz például, egy olasz-magyar meccsnél, ugye az olasz himnusz egy kis lelkesítő. Hát himnusz, az nem kis lelkesítő. Nagyon lelkesítő. Az eléggé. A miénk pedig egy búslakodó, és megalapozza a meccsnek a hangulatát. Sőt, az is ugye felmerül a könyvben. Sok sportolóval beszéltem. És rányomja a bélyegét? Re. Mindent elkövetnek, hogy eltereljék a figyelmüket. Nagyon kevésnek a csapatból adja meg azt a plusz szuflet, különösen akár egy ilyen, akár Marseillaise, vagy az olasz himnusz után, vagy egy olyan himnusz, ami tele van energiával. Múltkor, nem is tudom, tegnap néztem akár a török, vagy az osztrák, nagyon érdekes, hogy az, hogy egy nép hogyan áll az életéhez, lehet látni, hogy ki milyen intenzíven énekli a himnuszát. A portugálok is, a törökök is, teli szájjal. Mikor énekeljük teli szájjal a himnuszt? Hát, ha elhiszik, ami benne van, például. Hát, igen. Himnuszcsere?
Ezt majd a nagy többség eldönti. Nagyon érdekes látnom azt, hogy annak ellenére, hogy a magyar populáció egy jó adott része búval bélelt, és tüneti szempontból kompenzál, például az 1 millió alkoholista, rengeteg depressziós, vagy pánikbeteg, vagy gyógyszerfüggő, vagy depressziós, egyebek. Ez nem azt jelenti, hogy én ugyanolyan életet élek, mint ők. Mert nem. De látom a megoldásokat. És én tudom, hogy ha ő a depresszió, vagy a depresszív tünet, mert van egy nagyon nagy különbség. Orvosilag a valódi depressziónak soha nincsen oka. Tényleg? Aha. Ez akkor kémiai folyamat? A depresszió? Aha, egy megmagyarázhatatlan kémiai folyamat. Uh-huh. Nem tudjuk azokat. Ahol van, hogy félek attól, hogy kirúgnak, megcsalnak, ott hagynak. Félek, hogy meghal az apám, az anyám, vagyis félek a haláltól. Félek elfogadni az öregedésemet, stb. Ez mind ok. Az erre adott depresszió nem depresszió, hanem csak egy depresszív reakció. Uh-huh. És ezt antidepresszánsok, nyugtatók soha nem oldják okilag. Uh-huh. Csak tünetileg, ja. Vagyis elnyújtják a reakcióidőmet a megfelelő reakcióra. Hogy rájöjjek arra, hogyha az okot megszüntetem. Vagyis elfogadom a halált, elfogadom az emberi létemet, elfogadom a saját felelősségemet, hogy nem tettem bele mindent. Elfogadom azt, hogy én eddig nagyon sokszor mutogattam másokra. Adtam meg. Mert hogyha nem mutogatok, elfogadom, onnantól kezdve rajtam fog múlni, hogy én jól érzem magam bőrömbe. És észreveszem, hogy x millió lehetőség ott van előttem, csak eddig a gyávaságom és a rinyálásom miatt nem akartam és nem mertem észrevenni. Mert azzal elismerném, hogy a fejlődés az azzal legyen értékű mindig, hogy kilépek a komfortzónámból, és nem pedig az, hogy görcsösen ragaszkodok a rutinhoz. Világos. Megint egy választás. Világos. Velem is lezáratta a laptopomat. Lépjek ki a rutinomból. Dehogy zárattam le. Én csak elmondtam, hogyha... Nyilván túloztam ezzel. Hogyha ön, az már az ön döntése volt, tudja? Tehát én csak felhívtam a figyelmét arra, hogy ha a kérdéseket olvassa, akkor valójában nem fog fullosan rám figyelni, hanem arra fog figyelni, hogy a kérdéseket felolvassa. Ezért ez csak egy lehetőséget mondtam, hogy legyen egy spontán beszélgetés. Nem, de ez abszolút a komfortzónából kiléptetés, amit köszönök szépen. Nagyon szívesen. Figyeljünk egymásra. Felhozta az alkoholizmust. Ugye a tavalyi kimutatás alapján, tavaly áprilisban volt a kimutatás, Magyarország vezeti az alkoholista számlistát tulajdonképpen. Ennek mi lehet a megoldása vajon a hosszú távon, hogy ez ne maradjon így, és ne legyünk a nem tudom, a legpiásabb nemzet? 30 éve vagyok orvos, és szerintem állandóan ezt a számot hallom. Már nem emlékszem, hogy 30 éve mennyit mondtak. Sokat. 7-800 ezer, és akkor az utóbbi időben folyamatosan ezt az 1 milliót hallom. Tehát érzelmi szempontból felnőttségre lenne szükség. Az alkoholizmus az, aki egészen be van rúgva, vagy pedig aki minden nap megiszik valamit? Nem. Egyik sem. Mind a kettő, de egyik sem. Valójában az alkoholizmus az azt jelenti, hogy önmagunk életében ki lehet teljesedni racionális és érzelmi szempontból. Tehát mind a két területen, mind anyagi, mind érzelmi konfliktus kezelés szempontjából én meg tudom oldani az életemet. A racionális adja az anyagi javakat, az érzelmi kiteljesedés meg eredményezi a belső békét, és
belső béke azért jelentkezik, mert két fontos dolog van. Az egyik, hogy felismerem azt, hogy én képes vagyok oldani a fájdalmas traumáimat, és nem hagyom, hogy a félelmeim legyűrjenek engem. Sem verbálisan, sem tettekben. Ez adja és eredményezi a belső békémet. Tehát van egy racionális kiteljesedés, és egy érzelmi kiteljesedés. Test-lélek egyensúlya. Azonban nagyon sok ember a racionális önmegvalósításban nem tesz meg mindent. Ez együtt jár egy racionális szempontú elégedetlenséggel és feszültséggel. Még kevésbé tesznek meg azért, hogy kimondják a saját felelősségüket emberként, érzelmi szempontú felelősségvállalóként, hogy bátran hallgatnának a megérzéseikre, tehát itt is frusztráltak. Tehát frusztrált érzelmi önmegvalósítás és racionális önmegvalósítás szempontjából, és ott van előtte a pia, mint a feszültségtüneti kezelése. Vagyis ez az 1 millió ember menekül. És a menekülése során kialakult feszültséget tünetileg kompenzálja piával. Vagyis a megoldás a menekülés megváltoztatása lenne. Azt hívják oki kezelésnek. Nem a pia letevése, az csak egy dolog. De meg munkával jár. Látja? Már megint elkavarodtunk a munkáig. Elkavarodtunk a fájdalmas munkáig. A következetességig, de nagyon sok ember ezt nem akarja vállalni, mert 20-30%-kal meg akarja úszni, és azt hiszi, hogy ő ezzel megüti a jackpotot. A jackpot megütése mondjuk 1/100 000-nek jön össze. És mi történik az 5-ös-6-os lottóval? Elfújják. Elköltik, tönkre mennek. Könnyű pénz könnyen megy. Imre, köszönöm szépen a beszélgetést. Hogy érezte magát? Az eleje kényelmetlen volt, őszinte leszek. Miért volt kényelmetlen? Szembesített egy-két dologgal a beszélgetés elején. De nem akartam. De mivel szembesítettem? Tényleg nem akarta? Nem, hát ön dobta fel a mondatokat, a szavakat, én reagáltam rá, mert én azt vallom, hogyha velem valaki leül őszintén beszélgetni, ez a tisztelet jele. És hogyha ő feldobja, és nyitott rá, akkor mondom. De nem azért, hogy megbántsam őt. Nem bántott meg, sőt, mondom, tehát, hogy a megfelelési kényszer az én életemben az nagyon jelentősen jelen van. Még a mai napig. Itt érdekes, mert beszélt itt a félelemről, másoktól tartani, és például öntől egyáltalán nem tartottam a beszélgetés előtt. De az azt kellett, hogy legyen olyan tapasztalat a múltban, amikor rájöjjek ahhoz, hogy mumus, akkor létezik, hogyha én oda képzem az ágyam alá. És az egyébként nincs meg valójában. Úgyhogy... De ezt tudja, hogy miért nem tartott? Mert a legtöbb ember azért tart, mert ma Magyarországon nagyon sokan tudják, és tartanak, hogy én őszintén fogok kommunikálni. És kimondom azt, amit ők is tudnak, csak eddig még nem mertek ezzel szembenézni. És akkor én ezt felhangosítom. És akkor az ő világuk dirib darabra esik. De azok az emberek, akik ezeket a dolgokat már elkezdték kimondani önmagukról, és nem csak kimondani, hanem tenni is ezért, azok nem fognak tőlem tartani. Ez az a megerősítés, nem? Akár. Nagyon köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon vagy a TikTokon.